Üdv mindenkinek, Necroclean vagyok, és jön egy kis Far Cry 3. Igen, végre egy szélesebb körben tudok ugye a játékokkal foglalkozni, olyanokkal is, amiket ez eddig nem tudtam csinálni a laptop miatt, és most ezért is jön egy kis Far Cry 3. És azoknak ugye, akik játszák a multiplayer-t, láthatják, nem egy tipikus pálya nincs benne a multiplayer körforgásban, azért nincs, mert kiéltem a művészi énemet, kérem szépen, és létrehoztam néhány pályát, ki nem csinált ugye a Far Cry 3 editorjával, nagyon jó móka vele játszani, én azt hiszem saját pályákat, saját játékokat lehet létrehozni. Ez az egyik pálya, 1945, anno 1945 címet adtam neki, egy mondhatnánk azt, hogy egy elhanyatott japán közeli szigeteken lévő másik világháborús pálya, rom, gyakorlatilag valami ilyesminek lehet fogalmazni. Ugye feltöltöttem szerverre ezeket a pályákat, köztük ezt is, és sikerült egy beta teszthez véghez vinni, akár hiszitek, akár nem, ugye rengetegen készítenek saját térképet Far Cry 3-ban, és nagyon nehéz véghez vinni egy beta tesztet, hogy az embernek a pályáját érdekesnek találják, és eljöjjenek addig, hogy beta tesztet csináljanak. Teljesen idegen emberekkel játszok, úgyhogy elég felemelő élmény volt, hogy úgy mondjam, hogy az én pályámat érdekesnek találták ahhoz, hogy tegyünk rajta egy tesztkört, úgyhogy játszottunk is egy TDM-et, mindegyik pályát, illetve amit lehetett ezek közül, megcsináltam TDM Domination és Firestorm-ba is, hogy egy kicsit szélesebb körben tudjunk játszani, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egy elég érdekes élmény és nagyon jó élmény volt a saját pályámon játszani. Természetesen a saját pályán volt, viszonylag jól ismertem, így aztán mondhatni azt is, hogy sikerült elsőnek lenni. A pálya alatt egyébként van még egy alagút, ami víz alatt van. Na azt, ha elég gyorsan tudsz úszni, itt a kijárat egyébként, ha elég gyorsan tudsz úszni, akkor simán át fogod tudni úszni, ha nem, akkor ott fullasz meg, vannak és egyébként egy-két hullahegyek ott a víz alatt, hogy hatásosabb legyen az egész, de úgy találtak ki ezt az útvonalat, hogy az ellenfél háta megé lehessen menni. Pálya szerkezetéről annyit, hogy mindegyikhez nagyjából csináltam olyat, hogy a mesterlövészek is, csípások is, kempereknek is jusson, maradjon. A agresszívabb rásoloknak ugye igyekeztem minél fedezékesebb helyet nyújtani. Egy közepes méretű pálya, és mindenki megtalálja benne a helyét, mint mondom, a csípás kezdve a gépfegyveresen keresztül az agresszív rásseren át mindenki. És itt meg is ragadnám az alkalmat egyébként, hogy mindazok ti, akik Far Cry 3-oztok, van saját térképetek, szeretnétek azt kipróbálni, van saját single playeretek, mint ahogy én is csináltam magamnak egy párat, így aztán megragadom az alkalmat, hogy igen, be tudtok jelölni, ha szeretnétek Uplay-en, ugye az a Far Cry 3 Steam-je, hogy úgy mondjam, Uplay-en be tudtok jelölni, Necrocreed néven megtaláltuk, és hajrá, menjünk, játszunk egymás pályáival, nézzük meg, kinek milyennek sikerült a pályája, hagyjuk ott egy pozitív értékelés, mert ugye a pozitív értékelés által többen is megtalálják a pályázat, és ez szerintem egy nagyszerű élmény, hogyha az ember a saját pályával játszik, úgyhogy azt mondom, hogy igen, hajrá, csináljuk meg, mint ahogy manapság szokás mondani politikában, jelöljük be, ha akartok játszni Far Cry 3-mal, általános a multiplayer-t és saját pályátok, hogy jelöljetek be, nyugodtan Necrocreed néven megtaláltok Uplay-en is, és szerintem fogjunk bele, TS3 szerverem van, arra fel tudunk menni, tudunk mókázni, stb. Úgyhogy akinek kedve van Far Cry 3-ozni velem, az nyugodtan bejelölhet Uplay-en, akinek Steam-es Far Cry 3-ja van, az is Uplay-en jelöljön be, úgyhogy ott találkozunk, ha kedvetek van. Ez lenne a másik pálya, Ghost Town névre hallgat egyébként. Csináltam ehhez egy kis single player verziót is, ugye Domination-ben, Firestorm-ban, TDM-ben mind megtalálható. Csináltam hozzá egy kis single player verziót, ahol a féle zombi módot játszok, hogy úgy mondjam, mert az egész hangulatot egy ilyen világ végés hangulatra szerettem volna csinálni. Esik az eső, lerombolt város, illetve már rég lerombolt város, úgyhogy igyekeztem valami olyasmit csinálni, égő tüzek, ugye roncsok, a házak roncsok, de valami ilyesmit, hangulatot próbáltam vele csinálni, éppen ugye üldöznek a Far Cry 3 zombia, ilyen csak így hívom. Velük látjátok, elég jól lehet el lehet szórakozni, azt hiszem, aki csinál térképeket, az
tudja élvezni az ezekkel való játékot. Ugye Far Cry 3-ban egy-két ökörséget ki lehet találni, például 1000 ember 1000 állat ellen, úgyhogy epic csatákat lehet egyébként tényleg csinálni, csak hát mindig az állatok győznek, úgy látszik, hogy állatbarátok a Far Cry 3 készítő. Egyébként nemrég hallottam pletykának, hogy amit láthatjátok, azért egy eléggé lerombolt környezet, felakasztott emberek, égő tűz a földben, a földön, na arra kíváncsi vagyok, hogy rájön-e valaki, hogyan csinálta meg az égő tüzet, hogy a földben legyen, azt láthatjátok az előbb ott egy kocsi mellett is. Szóval hallottam egyébként pletykákat, hogy Far Cry 4 készülőben van, de szerintem arra egy jó bő másfél évet is fogunk várni, amire valódi bejelentés lesz, de hát a készítők már így elhintettek egy pletykát, hogy jönni fog egy Far Cry 4, de most gondolom úgy is le vannak foglalva az új Assassin's Creed-del, a Black Flag-el, illetve a The Division-nel, úgyhogy valószínűleg a Far Cry 4-re még egy kicsit várni kell. Szerintem nagyon jó sikerült játék, amúgy a single player, mint multiplayer szempontból nagyon, valószínűleg fogtok még látni multiplayert. Ugye, na, a tűz a földön, kíváncsi vagyok, hogy rájöttek-e, hogy tudtam megcsinálni, de mindenképpen fognak jönni majd még Far Cry 3 multiplayerek is a rendes térképekről, és remélem, hogy lesz alkalmam veletek letesztelni ezeket a térképeket és a ti térképeiteket, akik csináltak, azt hiszem egy igazi jó móka lenne. Ül volna a következő pálya, semmi extra, ezt inkább a féle, ez egy közepes méretű pálya, képfegyvereknek, illetve csipásoknak, akik ügyesen csipáznak azon az a pályán, eléggé életben fognak tudni maradni. Olyan sok fedezéket nem tettem, de pont annyit, hogy gépfegyveresek tudjanak rajta érvényesülni. A submachine gunosok annyira nem, de a csipások, gépfegyveresek igen, ez inkább az ő játékok, nekik lett kitalálva. Domination, illetve TDM verzióban, talán megcsinálta Firestorm-ban is, de már nem emlékszem. A lényeg az, hogy ezek a térképek várnak, ugye többek között ez is vár, lehet tesztelni, őket fel vannak töltve. Szóval semmi extra pálya, egy roncstelep, amint mondtam, szépen körbevéve egy ilyen elhagyatott, dimes dombos helyen. Próbáltam lerakni random az összes ilyen roncsnak látszó dolgot, hogy lehessen, legyen valami fedezik, de mint mondom, ez egy inkább csipásoknak készült, elbújós, sokbokor, ilyesmi pálya. Következő pálya, na igazán azoknak a játékosoknak, akik szeretnek pörögni, rásolni, airport névre hallgat, így aztán semmi másra nem jó, csak zúzni, pörögni, run and gun, ahogy illik. Persze van egy-két hely, ahonnan lehet kempelni, és mindig adok esélyt a kempereknek is, ideig, óraig. Szóval, de ez egy keves fedezékkel gyors játékra tervezett. A következő gyors játékra tervezett, szintén Domination TDM-ben megtalálható pálya, az pedig az aréna, egy aféle elhagyatott aréna, benne egy ilyen sziget, hegyekkel körülvett sziget, valami volt egy vízesés. Ez is egy gyors játékra tervezett reflex játékra, valami gyakorolni lehet rajta a reflex játékot sok fedezékkel, sok ilyen sarkos jelenettel, hogy adrenalin szintet emelje, illetve egy gyors reflex játékra adjon lehetőséget. Itt gyakorlatilag semmi más van, nem csak ugye a gépfegyver, submachine gun, fölmászni a falakra nem lehet, az már a pálya kívülére esik, úgyhogy itt tényleg egy pörgős játékot lehet csak játszani. Szóval, mit látjátok, csináltam erre is, arra is példát, hogy mindaz a játékosoknak különböző stílusuk van, azok tudjanak rajta játszani. Na most röviden ennyi volt a pályamutatom, még egyszer mondom, bejelölhetek, ha szeretnétek, Uplay-en, ugye a Far Cry 3 Steam-je, találkozunk ott, játszunk, TS3-ra föl tudunk menni, közös játékot simán föl lehet tolni YouTube-ra, a ti térképeitekkel, az én térképeimmel. Köszönöm a figyelmeteket, Necroclean voltam, a következő videóig, sziasztok!